Sziasztok, Zaglóba vagyok, és egy olyan videóval jelentkezek, ami hát tulajdonképpen csak egy ugratás, egy vicc. Ugye emlékeztek még a régi Fall of the Samurai Coop kampányunkra, Mundikával. Na, ezt a videót mégis ő neki szánom, ő érteni fogja. Na, nézzük meg. Tulajdonképpen a kampány térképen a kereskedelmi útvonalaimat fosztogató hajó kivégzését fogjuk látni remélhetőleg. Torpedós hajókkal, és biztosítéknak hoztam egy Prepare to attack, sir. 12 ágyús hajót is. Jó, ezek az ágyúk. Ez a torpedó. Alt V-vel lehet működésbe hozni. Na nézzük meg, hol az ellenség. Hát ez... Én úgy tervezem, hogy ez egy gyors kivégzés lesz. Remélem, hogy... Ugye a Battle Realism mód van fönn, vagy hát beállítva, úgyhogy nem látok semmit. Hol az ellenség? Én így szeretek játszani, hát így van így van értelme. Hol van? Megpróbálom olyan gyorsan, amilyen közel lehet menni. Ennek a hajónak, amit megpróbálok megsemmisíteni, ennek tulajdonképpen szét van lőve az egész teste, meg alig van ágyúja, úgyhogy nem tudom, hogy megadjam-e neki azt az esélyt, hogy először csak egy hajóval megyek rá. Tulajdonképpen megadhatnám neki ezt a lehetőséget, de ennyire jó szívű nem hiszem, hogy leszek. Hol vannak? Hol a másik kettő ágyú? Mert azt írja, hogy 4 ágyú van. Én csak kettőt látok. Ott lesz az az? Á, ott van. Jó, akkor inkább adjuk meg az esélyt ennek a szerencsétlennek. Persze, csak menjünk két hajóval. Jó, overwrite-ot adunk neki. Talán felrobban valamelyik. Igen, még ezt a 12 ágyus hoztam, ez olyan, mint az ellenségé, tehát egy ilyen hajóra fogunk most rámenni. Akárki akármit mond, a Shogun 2 Fall of the Samurai az egyik leghangulatosabb totálbor játék, ami létezik. Szerintem. Akármilyen egyszerű meg repetitívnek tűnik akkor is. Na, menjünk közel, amilyen gyorsan csak tudunk. Adjál még overheat-et, robbanjon föl, az se érdekel. Overheat, ez az. Én ezt az overheat-et én meg szoktam ráadni, amikor így van, amikor már beindul. Tehát állásból szinte nem is érdemes ráadni. És szemmel láthatóan gyorsabbak, de most hihetetlenül gyors, olyan, mintha föl lenne gyorsítva. Mondjuk ezek torpedó rombolók, úgyhogy... Miért mentek össze? Nem menjetek össze. Jézusom, mit csinált? Több overheat-ot most nem adok rá. Kíváncsi vagyok, milyen messze. Amikor elkezd lőni, egyből torpedózni kell. Beállunk irányba. Ugye ez a sárga nyíl mutatja. Ezt a space-t szoktam használni. Ez az egy segítség, amit szoktam használni, megmondom őszintén. Ezzel lövünk. Lőttünk? Csak egyet, nem?
Ez így nem lesz jó. Megint nem, nem fogom eltalálni egyszer se. Szerintem. Itt elő. Úgy. Tűz. Na. Ez sanszos, hogy eltalálja. De nem hiszem, hogy el fogja találni. A mesében nincs ilyen, de komolyan. Ez milyen közel kell menni már, hogy eltalálja? De most nincs több torpedó, mi? Megint nem találtam el, hát beszarok. Találjátok el! Nem igaz. Tűz. És ilyen lassan töltenek be egy ilyen régi torpedó. Na. Lassíts. Mennyi. És megint nem találtam el. És a saját hajómat. Hát most nézzétek meg, ez mi, ha nem pek? Hihetetlen. Egy sérült hajó, basszus. Menjünk közel. Valamelyik kettőt lő ki, valamelyik egyet. Ez hogyan van? Ez meg előtte el fog menni. Hát ilyen nincsen. Ezt nem hiszem el. Hány torpedón van még? Velem nem fogsz kicseszni, meg tudod pedig a kártyú, az kész. Hol van a nagy hajó? Ott jön még csak. Kigyulladt. Azt is előttem a habokba. Na, te vagy az utolsó elményem. Hátulról telibe torpedozom a TAT fedélzetet. Nehogy felrobbanjál. Mennyi. Nincs több torpedón, fogadjunk. Azt például hol lá... Ja, háromszor. Na. Jó, kettő eltalálta, és ennyi. Hát nem valami nagy eresztés volt, na, de hát elsüllyedt. Annyit értünk el vele tulajdonképpen.
Na, a végére csak összejött. Hát ez mondjuk szégyen teljes volt. Ennek ez miért csak egyet lő? És meg is kaptam a Warhead Plecsnit, ami fogalmam nincs, hogy micsoda. Na, tessék, Mundika, itt van neked. A zaglóba a torpedó bénázása. És az utolsó kettővel sikerült elsülyezteni. Köszönöm szépen a figyelmeteket, sziasztok!